ebben a sorozatban csak egyszerűen ki fogunk választani 7 verset egy bizonyos témáról, és azt fogjuk röviden elemezni. Elég nagy zűrzavart okoz az a jelenség, hogy az az elképzelés inkább, hogy nekünk a Tora instrukciók vagy útmutatása szerint kellene élnünk, hiszen a legtöbben úgy gondolják, hogy már a kegyelem alatt vagyunk, és ez ilyen vagy olyan módon elvesz a Tora jelentőségéből vagy annak értékéből. Azonban a legtöbben azt elfelejtik, hogy a kegyelem egyáltalán nem egy új fogalom vagy intézmény, és ez egyáltalán nem a Brit Házsaságban, az Új Szövetségben jelent meg. A fő probléma természetesen a kereszténység, illetve a keresztény tanítások ezügyben, hiszen leginkább a kereszténység az, aki eltorzította ezt a nézetet azzal, hogy az idézőjelbe tett Jézust úgy állítja be, mint valaki, aki elhozta a kegyelmet, miközben a kegyelem mind végig jelen volt az egész Tanákban, vagy úgynevezett Ószövetségben. És most egyáltalán nem azt mondom, hogy a megváltó, vagy a másiák szerepe csökken, vagy a jelentősége csökken, vagy ő nem számít. Ez most egy másodlagos kérdés ebben a videóban. Amit be szeretnék mutatni, az az, hogy a kegyelem az nem egy új koncepció. Kegyelem nélkül nem juthattunk volna el idáig, mint emberiség. Ehhez el fogjuk kezdeni ezt a tanulmányt Bereshit 6. fejezetben a 7-es és a 9-es versekkel. Még arra felhívnám a figyelmet, hogyha visszaemlékszik mindenki. Elohim azt mondta Adámnak, Ádámnak, hogy a napon, melyen eszel a fa gyümölcséből, meghalsz. Ennek ellenére nem haltak meg azon a napon. Tehát a kegyelem már akkor elkezdődött. Azonban nézzük meg, hogy mi történik itt. És mondta az örökkévaló, eltörlöm az embert, akit teremtettem a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat, az ég madarait, mert bánom, hogy azokat teremtettem. Ezt megtárgyaltuk többször már korábban, hogy miről is van szó itt, úgyhogy ebben nem megyek bele. A lényeg az, hogy azt mondja, hogy eltörli az egész emberiséget, mindent, amit teremtett. Azonban a 8-as versben így szól, de Noach, vagy Nach, kegyelmet talál a Jahua előtt, Noénak pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes férfiú vala vele egykorúak között, Elohimmel jár vala Nach Noé, vagy Noach. Nézzük meg, hogy mi az, amiről itt beszél. Azt mondja, hogy kegyelmet talál a Jahua, vagy az örökkévaló előtt. Tehát a kegyelem már ekkor is jelen volt, amennyiben nem ha nem lett volna jelen, akkor nem lenne emberiség. Ez a kifejezés kegyelem, ez a ken szó, ami egy het és egy nun. A het karakter az egy kerítést, vagy egy falat jelképez, míg a nun az egy magot. Így ha megnézzük a het és a nun együttesen, valami, ami elválasztja, védelmezi, vagy körülveszi az életet vagy a folytonosságot. Ez a kegyelem. Amennyiben nem létezett volna kegyelem korábban, nem lenne élet, hiszen a kegyelem maga egy fal, amely védelmezi vagy körülveszi az életet, illetve annak folytonosságát. A szó jelentése annyit tesz, mint valami, ami kellemes vagy bájos, illetve kedvezést jelent. Azaz a kegyelem megjelent már a kezdet kezdetén. A Strong's definíció szerint a hein kifejezés annyit tesz, hogy valaki kegyelmes vagy kellemes. Egy kedvesség vagy egy szívesség, illetve a Gesenius Heber Kaldeusi lexikon szintén erről számol be, kegyelem, valamilyen kedvezés, szívesség vagy jó akarat. Azaz Yahuwah demonstrálta ezt a kegyelmet és az ő szeretetét folyamatosan mindvégig az egész történelem során. Ha nem így lett volna, akkor már nem lennénk itt. Hiszen ugyanúgy, ahogy akkor, most sem szolgáltunk rá arra, hogy kegyelmezzen, vagy ezt a jó akaratot kifejezze, illetve ő kedves legyen velünk, vagy pedig
ezt a szívességet megtegye nekünk. De haladjunk tovább, a következő vers pedig Semot, 20-as fejezet 3-tól 5-ig, ez ugye a jól ismert úgynevezett 10 parancsolat. És ez így kezdődik. Ne legyenek néked idegen hatalmasságaid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, Jahuá, te hatalmasságod, féltőn szerető hatalmasság vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Figyelmeztet a bávány imádásra és annak a következményeire, illetve azt tudatja velünk, hogy ez egy utálatosság az ő szemében. Nézzük, hogy mit tesz hozzá ehhez a 6-os versben. Így szól. De irgalmasságot vagy kegyelmet cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ugyanezt mondta az előbb is, Noach vagy Noé esetén, hogy elpusztítja a földet, de Noah vagy Noé kegyelmet talált az ő szemében. Ugyanezt mondja most is, de kegyelmet cselekszik azokkal, akik ők szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Ugyanez volt a Mássiák üzenete. Ezt jelenti a megtérés, hogy az ember onnantól kezdve igyekszik kifürkészni, hogy mi az, amit Elohim akar, és úgy él. Természetes az, hogy ehhez szükség van a Mássiák áldozatára, illetve arra a hitre ő benne, az újjászületésre, a Ruach HaKodesh erejére és vezetésére és az összes többi dologra, azonban a kegyelem nem egy új koncepció. A kegyelem végig kísérte az egész emberiségnek a történelmét. Ez a kifejezés irgalmasság, ez chesed héberül, és a jelentése annyit tesz, hogy kegyelem. 150 alkalommal szerepel ebben a jelentésben, hogy kegyelem. Azután kedvesség, vagy féltő szeretés. Jóság, kedvesen, vagy kegyelmesen. Elsődlegesen azonban a jelentése kegyelem. A bibliai, illetve az írások során felhasznált jelentése leginkább jóság, kedvesség, hűség. A Strong's definíciója a kifejezésnek keszed, kedvesség, vagy pedig szentség, illetve fenyítés. Ezen kívül kedvesség, jóság, jó tett, vagy pedig szívesség. A Héber Káldeusi Lexikon, Gesenius, pedig azt írja, hogy ennek a szónak a jelentése egyfajta lelkesedés, szeretet, kedvesség, jóság, jó indulat, kegyelem, vagy sajnálat, vagy szánalom. Ha megvizsgáljuk a piktografikus jelentését, akkor látjuk, hogy ez egy khet, semek és egy dalet karakterből áll. A khet már láthattuk, hogy kerítés, vagy fal, vagy védelem, a semek szintén valami hasonlót jelent, ez egy tüske, ami egy szúrós paj, és kerítés, vagy védelem, vagy megtartás, míg a dalet az egy ajtó, vagy bejárat. Így ha megnézzük ezeket a karaktereket, akkor láthatjuk, hogy ez az irgalmasság, vagy kegyelem, ez tulajdonképpen egy kerítés, ami ráadásul egy ilyen szúrós, tüskés pajzsként funkcionál, és az ajtót védi. Ez az irgalmasság, vagy kegyelem, amiről itt beszél, az, ami védelmezi az ajtót az ember számára, hogy az ember el tudjon jutni az atyához, illetve Elohimhez. Hiszen ha ez nem lenne, akkor nem tudtunk volna eljutni idáig. Ezért hesed azt jelenti, hogy irgalmasság vagy kegyelem. Ezért mondja azt, hogy de irgalmasságot cselekszik azokkal, akik szeretik őt és az ő parancsolatait megtartják. Ezek azok a dolgok, melyek védelmezik ezt az ajtót, és körbeveszik azt. A Tora az, ami eljuttatja az embert oda. A szeretet pedig maga a hit, ugyanúgy, ahogy most, ugyanúgy volt akkor. Ahogyan akkor sem, a legtöbb ember most sem hajlandó ezt megérteni és elfogadni. Ugyanezt a kifejezést használja Tehelim, Zsoltárok 25-ös fejezet, 9-es, 10-es
11-es versben. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Jahuának minden útja kegyelem, hesed és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Jahua, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Szó szerint, ezt mondta az előbb is, irgalmasságot cselekszik azokkal, akik szeretik és az ő parancsolatait megtartják. Ugyanezt mondja itt is, minden útja kegyelem az örökkévalónak, és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Azaz van feltétele a kegyelemnek ugyanúgy akkor, mint ahogy most is. Nem véletlenül mondja azt a másiák, hogy térj meg. A kegyelem ingyen van, azonban nem tart örökké azok számára, akik visszaélnek azzal, és visszatérnek a bűnös életükhöz. Mi a bűn? 1 János 3.4 megmondja, hogy mi az. Szóval ezt erősíti meg Zsoltárok szintén. Az az út a kegyelem, amit ő kijelöl számunkra. Ha mi más úton haladunk, akkor nem fogunk kegyelmet kapni a végén. Ezért mondta a másiák, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, és senki nem jön az atyához, hanem ha általa. Ugyanaz volt az út akkor, ami most. Az utat, az ő szövetségét, az ő torája, vagyis instrukciói jelölik ki. A másiák volt az, aki mint ember magába foglalta mindezeket a dolgokat. Ezért mondja, hogy ő az út, ugyanúgy, ahogy itt azt mondja. Hiszen aki az útján jár, az az, aki a kegyelemben részesül. Ugyanez a másiák üzenete. Ingyen van mindaddig, amíg az ember jár ezen az úton, hiszen el kell, hogy felejtse mindazokat az ostoba és szánalmas dolgokat, amiket cselekszünk és cselekedtünk, tudatlanságunk, gyengeségünk, vagy pedig ostobaságunk révén. Azonban nem mindent, hiszen a szándékos bűnért nincsen áldozat, Zsidókhoz 10:26-27 ezt egyértelművé teszi. Nézzük meg, mit ír Hosea vagy Hoseás 14-es fejezet 4-től 6-ig. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezeink csinálmányának hatalmasságunk, ez ugye a báványokról beszél, mert nálad talál kegyelmet az árva. Kegyelmet talál az árva hol? Az örökkévalónál. Kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom. Olyanná leszek Jeselnek, mint a harmat, virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a libánon. Láthatjuk azt, hogy a kegyelem már itt is ingyen volt. Hogyha nem így lett volna, akkor már rég nem lennénk itt, hiszen senki nem érdemelte meg azt. Nem csak Izrael népe, hanem senki más rajtuk kívül. Már itt is ingyen volt az a szeretet, ami az örökkévalótól jött felénk. Ez a szó kegyelem, ez pedig nem más, mint a héber kifejezés rachem, mely egy res, egy het és egy mem. Jelentése pedig könyörület vagy kegyelem. Az írás úgy használja, mint szeretni, vagy nagyon mélyen szeretni valakit, könyörülni, vagy kegyelmezni valakin. A definíciója az pedig szeretet, együttérzés, vagy könyörület. A Gesenius Heber Káldeusi lexikon szeretet, vagy szeretniként fordítja le. Valaki, aki kegyelmet kap, az szintén rachem kifejezés. Szóval nézzük meg akkor, hogy a piktografikus jelentése mi is ennek a szónak. A res az egy emberi fej, fejet ábrázol, ami a gondolatokat, a vezetést, a vezért, vagy a vezetőt jelképezi, míg a het, tudjuk, hogy egy kerítés, a mem pedig a víz, ami az ige, a szó, vagy a vér, ami megeleveníti az embert, vagy akár a megváltás. Ha megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy ez a könyörület, vagy szeretet, vagy kegyelem, ez annyit tesz, mint azok a gondolatok, vagy az a vezér, aki egy kerítéssel körülveszi a szót, vagy az igét. Az a vezető, vagy vezér, aki kerítéssel védelmezi, vagy körülveszi
a szót, vagy pedig az igét. Ez pedig nem más, mint az örökkévaló Elohim, Yahuwah. Ő az, aki kegyelmet ad, nem csak az árvának, hanem mindenkinek, aki őt szereti, és az ő szövetségét, vagy toráját, vagy instrukcióit megtartja, ahogy azt már láthattuk is. A következő azonban arról beszél, hogy szereti őket ingyen, kegyelemből. Az ő szeretete ingyen van, hiszen ő hamarabb szeretett minket. Egyrészt ő teremtette az emberiséget, aztán láthatjuk, hogy sorba folyamatosan kegyelmez mindenkinek, annak ellenére, hogy a legtöbben elfordulunk tőle, és nem úgy élünk, ahogyan az neki tetszik. Ennek ellenére hajlandó visszafogadni az embert, és kegyelmezni neki, amennyiben aztán az egy változást idéz elő az emberben. A kegyelem, a szeretet mindig is ingyen volt. Az ember volt az, aki nem volt hajlandó ezt elfogadni. Az a cháp szó, a szeretet, az ugye alef, hey és egy bet. Hogyha megnézzük, ennek a jelentése szeretet 170 alkalommal, ez egyértelműen annyit tesz, mint szeretni valakit. Ingyen szereti az emberiséget. Ez egyfajta vonzódás valaki felé. Nem feltétlenül szexuális értelemben, hanem bármely más értelemben vonzódás. A Gesenius Heber Kaldeusi lexikon úgy fordítja le, mint egyfajta vágy, vagy akár valaki után lélegezni, ahogyan itt fordítanak. Vagy pedig szeretet ugye a másik jelentése. A teremtőnek van-e egyfajta vágyakozása az emberiség után? Azért, hogy együtt lehessen vele? Különben minek teremtette volna? Azért kegyelmez újra és újra, mert szeret minket, szereti az emberiséget. Azonban ez egy idő után el kell, hogy indítson egy változást az emberben. Különben nem fog működni örökké ez a kegyelem, mint ahogy most sem működik, függetlenül attól, hogy ki mit szeretne gondolni. Aheb, Alef, az ugye egy ökörnek a feje, melynek jelentése erőhatalom, vagy akár a hua, vagy egy vezető, vagy egy családfő. A hei, az pedig egy ember felemelt kézzel, ahogyan az ember imádkozik. Ez pedig csodálat, ámulat, vagy pedig valamiféle kinyilatkoztatás. Míg a bet, az pedig egy ház, vagy egy család, vagy a leszármazottak. A szeretet pedig nem más, mint az a családfő, vagy az atya maga, aki kinyilatkoztatja az ő családját, hiszen a szeretet az, ahogyan kinyilatkoztatja ő magát az egész világnak. Ezáltal ismerszik meg az ő családja, hogy az is úgy él. Ezt jelenti ez a szó, aheb, vagy szeretet. Ő ezért nem vár el semmit kezdetben. A lényeg az, hogy ő az, aki megteszi az első lépést, ez az, amit a legtöbben elfelejtenek. Az első lépést ő teszi meg azért, mert szeret, mert kegyelmes, mert irgalmas. Azután azonban, ha a mi viselkedésünk nem alkalmazkodik az ő elvárásaihoz, akkor ez el fog szépen múlni. Nézzük meg, hogy mi az, amit Jóna vagy Jónás mond erről a dologról. Ez a 4-es fejezet, első-második vers. Így szó. És igen rossznak látszik ez Jóna vagy Jónás előtt, és megharagúvék. Könyörge azért az örökkévalóhoz, és mondd el, kérlek, Jahuwah, avagy nem ez vala é az én mondásom, mikor még az én házamban valék. Azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes hatalmasság vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt bánkódó. Úgy tűnik, hogy mindenki folyamatosan tisztában volt azzal, hogy az örökkévaló irgalmas, kegyelmes, szereti az emberiséget és megbocsájtó. Ezért mondja azt Jona vagy Jónás szintén, hogy irgalmas, kegyelmes hatalmasság vagy és nagy irgalmasság. Az első kifejezés, amit úgy szerepel, hogy irgalmas vagy, az nem más, mint a héber szó. Melynek jelentése annyit tesz, hogy kellemes vagy kegyelmes. És ugyanígy szerepel a Gesenius Heber Kaldeusi lexikonban úgy, mint könyörületes, jóindulatú vagy kellemes. Érdekes a piktografikus jelentése, mely egy ket, egy nun, egy vav és egy újabb nun a szó végén. Azaz egy kerítéssel körülveszi az életet, és biztosítja
az életet vagy a folytonosságot. Ugyanis a valv az egy szeg vagy egy kampó, mely hozzáad biztosít. Tehát egy kerítéssel körülveszi az életet magát, biztosítván a folytonosságot. Ugyanis az irgalom az, ami biztosítja számunkra azt, hogy egyáltalán fennmaradhatunk. Ezért fejezi ki így. Ha nem lenne irgalmas, kegyelmes, megbocsátó, akkor már rég nem lennénk itt. A kegyelmes, illetve a nagy irgalmasságot is meg fogjuk nézni villámgyorsan. Az irgalmas ugyanaz a chesed szó, amit már megvizsgáltunk, de nézzük meg, hogy mi is ez a kegyelmes, ami nem más, mint a héber szó. Strong's H7349, Rahum, Rahum. Mely az előző kifejezésből származik, mely a Rahum, amit megnéztünk, jelentése pedig kegyelmes, vagy együttérző, illetve könyörületes. Kegyelmes a héber káldeusi lexikon szerint a szó jelentése. Ezékiel a 43-as fejezetben, a 26-27-es versben így ír. 7 napon át szenteljék, és tisztítsák meg az oltárt, és töltsék meg kezét. És betöltsék a napokat, a 8. napon, és azután pedig áldozzák a papok az oltáron égő áldozataitokat, és hálaadó áldozataitokat, és én kegyelmesen fogadlak titeket, ezt mondja Jehova Elohim. Akik ismerik az írásokat, azok tudják, hogy Ezékiel 40-től 48-ig már a 3. templomról ír, ami a királyságban lesz, és még mindig van áldozat, és még mindig az ő kegyelméről van szó. Hiszen az ő kegyelmére van szükség folyamatosan ahhoz, hogy az emberiség létezzen, hogy elviselje azt, ahogyan mi élünk. És azt, ahogyan bukdácsolok az úton, és haladunk közelebb és közelebb afelé, ami elfogadható lenne számára. Szóval láthatjuk azt, hogy a kezdetektől fogva, végig, ahogyan az emberiség haladt, az örökkévaló mindig megmutatta az ő kegyelmét, az ő szeretetét, melyel körülvett minket, és védelmezte az életet, vagyis ezt a folytonosságot, amit ő teremtett. Különben nem lehetnénk itt. Ez nem egy új koncepció, ez nem egy új dolog, ez mindig is így volt. Láthatjuk azt is, hogy régen ehhez valódi áldozatokra volt szükség, olyan értelemben valódi, mint állatáldozatokra, sőt, láthatjuk azt is, hogy erre lesz szükség, még a királyságban is. Az, hogy most azt gondoljuk, hogy csak azért, mert állatokat nem áldozunk fel, nincs szükség áldozatra a bűneinkért, az sajnos egy tévedés. Ugyanúgy áldozatra van szükség, mint akkor volt, vagy majd lesz. Csak ezt az áldozatot a másiák, a megváltó, Jehusá, a másiák, vagy idézőjeben Jézus, megtette. Ez az az örök áldozat, mely a bűnünkért az atya előtt kegyelmet biztosít azok számára, akik tudatlanságban vagy gyengeségükben bűnt követnek el. Akik tudják, hogy mit kellene csinálni, de nem teszik. Zsidókhoz 10:26-27 leírja, azok számára nincsen áldozat. A kegyelem ingyen van, az a kegyelem, hogy megadja az esélyt, a továbbiakban azonban nem él, amennyiben az ember visszaél azzal. Végezetül nézzük meg, hogy mi az, amit Zakariás, vagy Zakariahu, vagy Zakaria 12-es fejezet 9-11-ig ír. És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden népeket, vagy pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak. Mi ez a nap? Ez az utolsó napok. A Daúd vagy Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben, milyen volt a Hadad-Rimmoni síralom a Megiddó völgyében. Egyértelmű az, hogy ismét csak kegyelemről van szó, és könyörületességről. Ráadásul láthatjuk azt is, hogy ehhez járul egyfajta ruach, vagy egyfajta szellem, ami a kegyelmet és a könyörületességet szolgáltatja. És ez az, ami jön Jahuától. Sőt, az is egyértelmű kell, hogy legyen innen, hogy ez nem lehet az atya, hiszen azt mondja, hogy rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, mint siratják az egyetlen fiút. Azaz ez a fiú,
aki itt beszél, és kettő nem lehet egy és ugyanaz. Ő volt az, aki mindvégig ugye a Tanák során az emberiséggel tárgyalt. De ez nem is fontos ebben a videóban. Azonban ami lényeges az az, hogy még ekkor is a kegyelemről és a könyörületességről beszél. Még itt is arra van szükség, hogy ő ezt kitöltse az emberiségre. És azon belül ugye itt Daud és Jeruzsálem lakosairól beszél. Hiszen különben nem tudnák túlélni ezt az egész időszakot. Ez a szó kegyelem, erről már volt szó korábban, chen, vagy chan, mely ugye a het és a nun szó szerint annyit tesz, mint szívességet tenni valakinek, vagy kegyelmezni, vagy pedig kedvesnek lenni valakivel. A másik kifejezés, vagy szó azonban könyörületesség, az nem más, mint a héber szó. Strong's H 8469, tachanun, tachanun. Mely érdekes módon magába foglalja a hen szót, ugye ezek het és a nun, és megtaláljuk ugyanúgy a het és a nun karaktereket. Ugye itt a szó végén is van egy nun, ezért egy más alakot ölt, azonban ugyanaz a karakterről van szó, és egy ta az, ami a szó, illetve amivel kezdődik ez a szó, egy vav, és egy újabb nun csatlakozik hozzá. Nézzük meg, hogy ez mit jelent. Megvizsgáltuk az előbb a ket, nun, vav, nun kombinációt, ugye a kerítés, vagy az a védelem, vagy az, ami elkülöníti az igét, vagy a szót, és ez által rögzíti az életet. Ha ehhez hozzáteszük a ta szót, vagyis karaktert, ami egy jelzést, vagy jelképet jelent, akkor láthatjuk azt, hogy a könyörületesség, ez az a jel, vagy jelzés, mely körülveszi az életet, vagy az igét, vagy a szót, és hozzárögzíti az életet, vagy az igét, vagy a szót. Hogy ez a könyörületesség, ez nem más, mint maga a jelzés jelzi azt, mi körülveszi, vagy védelmezi az igét, vagy a szót, mely rögzíti, vagy biztosítja, vagy hozzáadja az életet. A jelentése egyébként, ahogyan az írás használja, az könyörgés vagy esedezés valamiféle szívességét, egy könyörgés tulajdonképpen. A definíciója Strong szerint Hachanun-nak pedig egy igaz imádság vagy valamiféle könyörgés. A Kesenius Heber Kádosi lexikon szintén imádságnak vagy könyörgésnek fordítja le, semmi másnak. És 18-szor szerepel ez a szó Hachanun, melynek jelentése könyörgés vagy imádság. Erről beszél itt. A végén, az idők végezetén még mindig szükségünk van az ő kegyelmére, és arra, hogy könyörögjünk ezért hozzá, és majd akkor fog ő igazából válaszolni erre. Először ugye Daud, vagyis Izrael népére is hozzájuk szól, azok után pedig mindazokhoz, akik csatlakozni szeretnének ehhez a szövetséghez. Ennek természetesen megvannak később a feltételei, azonban az első, a kezdeti lépés az mindig az örökkévalótól felénk irányul. Ő az, aki megteszi ezt a lépést, ő az, aki bizonyságot tesz az ő szeretetéről, azzal, hogy kegyelmez és nem hajtja végre az ítéletet, amit mindannyian megérdemelnénk. Az ítélet nem marad el, csak várat magára. Ez jelenti a kegyelem, hogy ad időt arra, hogy megváltoztassa az ember az útját. Az első lépés ingyenes. Onnantól kezdve mindenkinek el kell dönteni, hogy jár-e ezen az úton, vagy sem. Áldozat mindig volt, és láthatjuk azt is, hogy mindig is lesz. Jelen pillanatban a másiák az az áldozat, az a tökéletes áldozat, aki ezt betölti a mi bűneinkért. Azonban az a hozzáállás, hogy bármit megtehetünk csak azért, mert nincsen ítélet azonnal, az nem feltétlenül, sőt biztosan nem fog célra vezetni, már amennyiben a célunk az, hogy az örökké valóságot az atya, illetve a bárány jelenlétében töltsük el. Még mutatnék valamit azok számára, akiket érdekel. Ez a hivatalos King James verziója az írásnak. Általában ezt szoktam használni, ezt már tudjátok, de csak azért, mert érdekesnek találom ezt. Kegyelem szó, ugye angolul mercy, kegyelem
A Tanákban, vagyis az úgynevezett Ószövetségben 208 alkalommal szerepel, míg az Új Szövetségben mindössze 54 alkalommal. Nem azt mondom, hogy az Új Szövetségben nincsenek szerepe, vagy ez ne, csak azt akarom kihangsúlyozni, hogy ez nem egy új rendszer, ez nem egy új koncepció, hogy kegyelemről beszél. Az a kifejezés, hogy grace, ami szintén a kegyelmet takarja, különösen az Új Szövetségben, a Brit Házasságban, 37 alkalommal szerepel az Ószövetségben szintén. Rengetegszer elmondtam már, de még egyszer elmondom, hiszen nem árt az ismétlés. Nem arról beszélek, hogy a nagyszerű életünk, vagy a nagyszerű életem az, ami engem el fog juttatni az üdvösségre, vagy a királyságba, amennyiben eljutok oda, vagy bármelyikünk. Egyáltalán nem erről beszélek. A hit a másiák áldozatában az, ami az üdvösségre vezet. Cselekedetek azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy minket a Ruach HaKodesh vezet. Cselekedetek, mint megismerni Yahuwah toráját, az ő útmutatását vagy instrukcióit, és azután azok szerint élni. Ebben segít a Szent Szellem, a vigasztaló, melyet elküldött ugye az Atya, Yahusha HaMashiach nevében, hogy megmutassa nekünk az igazságot, és mindazokat, melyeket a másiák tanított nekünk. Nem újdonságokat fog megmutatni, azokat, melyeket már újra és újra eljuttatott hozzánk. Ez cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. Nem mondogathatjuk az idők végezetéig, hogy mi hiszünk, szeretjük, ha nem úgy élünk. Ez az, amire felszerettem volna hívni a figyelmet, és az, hogy a kegyelem mindig is létezett. Azok, akik szembeállítják a Torát a kegyelemmel, nem értik azt, hogy kegyelemre nincs szükség, amennyiben nincsen Tora, vagy instrukciók, vagy parancsolatok. Értse meg mindenki azt, ahol nincsenek parancsolatok, ott nincs szükség kegyelemre. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!